A mai sajtótájékoztatónk témája a három lépés a szociális biztonsági egy Győrben. A Jobbik győri polgármester jelöltje jelentette be szerdán, hogy három pontból álló programcsomagot dolgozott ki a párt annak érdekében, hogy Győrben legyen a legerősebb szociális háló Magyarországon. A Jobbik orvosolná a krónikus orvoshiányt, segíteni a nehéz körülmények között élő időseket, és a fiatalok lakáshoz jutását is jobban támogatná. Erről már a párt egyik képviselő jelöltje beszélt a tájékoztatón. A város egy bértámogatási programot dolgozna ki, ami azt jelenteni, hogy akár több tízezer forintos bértámogatást tudna nyújtani a Győrben dolgozó orvosoknak, illetve kórházi dolgozóknak, ezzel megakadályozva azt, hogy elvándoroljanak, ezzel ösztönözve a fiatal orvosokat arra, hogy Győrbe költözzenek és itt praktizáljanak. A másik nagyon fontos, az az idősek, rossz anyagi körülmények között élő idősek helyzetén kíván a változtatni. Ez egy gyógyszertámogatási program. A Jobbik fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy Győrnek kötelessége megbecsülni azon idős polgárait, akik egy életmunkájával adóztak a városért. A Jobbik szerint jól sikerült az úgynevezett talpas kampányuk Győrben, éppen ezért a vasárnapi választásokkal kapcsolatban is optimista a párt. Polgármester jelöltjük mindenképpen jobb eredményt vár, mint 4 éve. Én azt gondolom, hogy mindent megtettünk a legjobb választási eredmény érdekében. Én arra szeretném kérni a győri polgárokat, hogy aki elégedetlen a jelenlegi városvezetéssel, aki elégedetlen a körzetében dolgozó fideszes képviselővel, az szavazzon a Jobbikra, hiszen a széttaprózódott, teljesen hiteltelenné vált baloldallal szemben én azt gondolom, hogy Győrben is jelenleg a Jobbik vált az egyetlen alternatívával. A Jobbik minimális elvárása, hogy Győrben is a második erővé váljon a párt, erre pedig Takács Krisztián szerint minden reményük megvan.